és Szent Péter, valamint Szent Pálapostolok tiszteletére nem való tétetet. Ezt a dátumot tekintjük Lévániának alapítását. Ott a mi szentmisével, jubileumi évet kezdünk. Szeretnénk méltó módon megemlékezni arról a megszakításokkal is, de a magyar kereszténységgel egy idős itt Kóbudán egyházközségünk élete. Tudjuk, ez ma feladatot és küldetést is jelent számunkra. Most a Szent Áldozat bemutatásával adjunk hálát a múltért és imádkozzunk.
Várvi Keresztény Ignác Óbudai Plébános, egy Genszki Simon Óbudai Unió szorgalmazták, hogy az Óbudai és Békásmegyei fizetbevételekből új felvonósítójuk. 1749-ben készült el ez a Bélyőjű közepes nagyságú alapfelvonó. 1788-ban megalakult az Óbudai Karitásszolgálat, 1858-ban pedig létrejött Óbudának az Óbudai 1903-tól 32 éven át Szárműleg József látta el a nyilvánosi szolgálatot Óbudán, őt érdemes külön is megemlíteni, hiszen ma is Óbuda Thank you.
Yeah.
Most már biztosan tudom, hogy az Úr elvitte angyalát, és kiszabadított Herodes
Ezer esztendő, nem lehet, hogy sürgetni, mindennek megvan a maga ideje.
a csivatag pedig egy sajátos időszakban, kiemelt történelmi időszakban, ezek éppen át Krisztus a legjobb alkotó. Az Úr Jézus azonban megmondta, hogy nem tudjuk sem a napot, sem az órát, nekünk mindig észrelépnem kell lennünk. Amikor ezer esztendőt ünnepünk, és ezért hálát adunk, akkor is, ami jelenünkben vagyunk, és arra gondolunk, hogy most, itt és most kell számolnunk, hívünkről és válaszoljunk Krisztusnak, hogy kinek tartjuk őt. Mert hogy mit ünnepünk, a mi lennénkét esztendőben az esztendőnk. Jézus történelmünk ezer esztendője elvetül, sok minden történt. Ráláthatjuk, hogy ez nem a minimális elképzelés, hogy minden gondolatban és szükségnek kellett volna. A Krisztusi valóságban töltöttük el ezt az ezer esztendőt, és mégis éreztük, hogy biztonságban lehet volna, mert az Úristen megoldalmazott bennünket. Szent István kiállít az egész népünket, és bizonyában ezt az egyházközséget is, illetve az ide telepített lépossággal is, azzal a szándékkal alapította és népünket arra tanította, hogy a krisztusi keresztény hitben találjuk a biztonságunkat, és így ne csatolja el bennünket a történelem hivatal. Szent István királyunk az intermédium, Szent Imre hercegnek már az első pontban erre helyezi a hangsúlyt, a katolikus keresztény hitre irányítja a figyelmet, az uralkodónak saját magát és a népét is erre a hitre kell vezetnie, és ebben a hitben kell megerősítenie. Egyébként minden értelmetlen és minden összedől, és akkor most nem ünnepelhetnénk millenniumot, mert az a szikla, az az alap, melyben Szent királyunk népünk hitét, életét, történelmét, működjét, és ezt az egyházközséget is építette, ez a krisztusi szikla. Az ezer esztendő az úgy hűségét jelenti. Amúgy is sajátos szám az ezer a Bibliában, egy olyan teljességre, olyan kerekségre mutat, amelyben az úgy hűsége tapasztalható meg. Ez nem a tudatömi értékeknek a száma, hogy a manapság, különösen a kereskedelemben minden 9-esre zárnak az áraknál, hogy azt írja az ember, hogy valami olcsó, mert nem 100%-ig csak 99. Úgy gondoljuk, hogy az ezer esztendő olyan lehetőség és olyan teljesség, amely betölti az ember lelkét és az ember életét. Az Úr hűségéről nem létezünk, mert azért maradhatunk fenn, mert az Úr hűséges szavához, hűséges önmagához. Az Úr a szikla, amire építjük életünket. Szent István királyunk a döntését a krisztusi sziklára helyezte. Olyan szépen imádkozott augusztus 20-án a prefációban, Szent István királyunk ünnepi miséjében, hogy a Szent Király kősziklára épített országot és életet. Ez a kőszikla nem más, mint Krisztus. Előző adnál egy külső vagy a Menti József választotta ezt jelmondattára a püspöki címerében, Petra Krisztus. A kősziklá Krisztus. Mert Krisztus az Atya küldötte az Isten egyszülött fia, maga is sziklát teremtett az emberiség számára, olyan sziklát, amelyre lehet látni építkezni. Már az Ószövetség ember is biztonságot látott a sziklában. Az Úr Isten a szikla, a 91. Zsoltár imádkozza, hogy jöjjetek, fújjunk az Úr előtt, és árnyaljunk nekünk sziklájához. Az Úristen menedék, az Úristen bástya, az Úristen erős várás, mondják szikla, amire lehet nézni, mert a szikla a szilárdságot jelenti. Mi emberek a törékeny
mi életünkkel szembesülünk, ahogy a mi gondolkodásunkban a saját erőinket, történelmi iparainkat nézzük, akkor valóban inkább a székelyikinusznak a felfogásához csatlakoztat ránk, ahol az itt van a boldog anyag, mert a maradói székely fordít, mint a szikla, és veszélyben van a történelem iparában. De mi éppen arra a szintára gondolunk, aki soha nem rendül meg, és akiben néz van, mi sem rendülhetünk meg. Az Úristen tehát, hogy a sziklák és őrán helyezik az életünket. Biztonságot ad nekünk. Olyan szép, hogyha elmegyünk a Szent Földbe, és a legszentebb helyeket felkeressük, a megváltás legszentebb titkai a sziklákhoz, a barlangokhoz, fogantartás barlangja Názáretben, a születés barlangja Betlehemben, az Úr Jézus boldogájának helye és keresztje megváltó áldozat helye szikla, és az a sír, ahol nyugodott és ahonnan föltáll szikla barlang. Mindez Isten hűségétől és számunkra. És mi ebben a hűségben bízunk, és erre építjük, ami leszegedes ünnepelésünket is. Azért maradhatunk fel, mert sziklára építkezünk. Az Úr Jézus a helyi beszédet csodálatos hasonlattal zárja, hiszen Máté Evangélium szerint. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a bölcsönder sziklára építi a házát. Jöhet bármilyen ipar, számon nem jön össze, mert cikla az alapja. Krisztus elmaga tanítását, az ő megváltó küldetéséért is adott. Valóban mi őrá építkezhetünk, személyes életünkben is, és közösségi életünkben is. A logika elvei azt mondják, hogy senki nem akarta azt, amilyen nincs tőle, ellenkezőleg mindenki azt adja, amilyen van. Krisztus átadja ezt a szikla szilárdságot, mind a követőinek, mind pedig a fő apostolnak, hiszen ma éppen azt ünnepeljük, és ezt hallottuk az evangéliumban, hogy új életet, új életszakaszt, új küldetést kap Simon János miatt, aki a szikla lehet kapja Jézusnak. Szentárosan írja, hogy éve a sziklából adta a nevét, mint ahogyan a keresztény a Krisztus ember, Krisztusból kapja a nevét, ezért vagyunk Krisztián, ezért vagyunk keresztények. Éve a sziklává lehet Krisztus mellett, az állatlanul, a barátját megtakadó, a viharban megrettenve a hullámokról félő Krisztre, szikla lehet, személyében is és a közösségben. Krisztus ráépíti követőbeli közösségét, és ráépíti a hívő életet. Nem magára az ember tételre, hanem arra a hitre, amit tétel megvallott neki, arra a hitre, amelyet mi is megvallunk, amelyre ráteszik az egész életünket. Ez a hit, Krisztus, az Isten fiának megvallása. Mert mind is válaszol tétel apostolnak. Először szépen elmeséljük, hogy ki mindenki szerepel az emberek gondolataival, Jézussal kapcsolatban. Ott van az előírás, keresztelő János. Ott van Illés, akinek a második eljelentését várták abban az időben, hogy majd a messiásikor megelőzi Illés próféta visszatérése. És ott van Jeremiás, aki szintén egy messiásikorhoz köthető próféta. Végül megiszegezi a kérdést Úr Jézus ételben. Ti kinek tartotok ebben? És a közösség nevében a közösség hitét hallja meg. Éppen, amikor azt mondja, hogy te vagy Krisztus. A Krisztus pedig az Isten fiának messiás küldetését jelenti. Azt a szalagítót, aki a történelem iparaiban nem csak, hogy megőrzi, a népeket és az embereket,
Isten szándéka szerint megadja a biztonságot a szentek számára. Királyi cím ez. Hiszen a fölkent cím Dávidhoz és az ő utódaihoz kapcsolódik, fölkenéssel tették királyá az oszkencsét, uralkodóit. Ezek a fölkentek hordozzák azt az ígéretet, hogy Nátán próféta közölt Dáviddal, hogy majd az ő utódai közül Dávidhoz, aki szabadulás a népének. De az oszkencség népének történelmek is megszakította ezt a folyamatot, és nem érte az az ember király, aki meghozta volna a biztonságot. Eljött az a szabadító, aki megadta a lehetőbb elszületést és az örök élet ajándékát minden ember számára. Ezért éppen nem csak annyit mondom, hogy te vagy Krisztus, hanem hozzáteszi a keresztény hitünkre leglényegesebb állítását, te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Ő rá helyezzük életünket, tőlem nézve mondhatjuk azt, hogy a mi életünk, ez az egyházközség, az egész népünk élete és történelme szikla alapon áll. Ezért bátran tekinthetünk előre, ezért tervezhetünk bátran, és ezért fogadhatjuk el a saját küldetésünket is Istentől, mert sziklára építkezünk. Főső hajtásokat állatnak a földre nyugodtak, őkeretnek nevezzük.
állandóan népászolatára, és el akarja választani az eget a földről. De a fát igazra, és ő veszemről összesen, mert ne feled, az égen akaszkodva tartja a földet. Emberi történelmen egy történelmet ünnepünk, és ezért adok hálát a Jóistennek, hogy teszi ezt égen akaszkodva, a Jóistenben mondva, amikor hálát adunk az Úrnak, hogy ezzel esztendőjét, akkor ez a vállalás a bűséges Istennek szól. Aki felé a bizalom, csak akkor ez hiteles a részünkről, ha mi is bűségesek leszünk Istenhez, az ő tanításához, egyházához, a nemzetünkhöz, a helyhez, az egyházközséghez, a hivatáshoz, ahová állít az Úr. Ebben a bűségben tudunk éppen kapaszkodva a Földön megtartani, a történelemben örök értékű mennyei nincseket gyűjteni, és így elfogadni azt az örök országot, amelyet a szerető életadó Isten mindjárt készít. Amen. Thank you.
Thank you.
Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg
Thank you.
A szívekkel és a családokkal ilyen módon is szeretnénk képen volt.
Úr, legyen!